Jó reggelt, napot, estét mindenkinek! Szeretettel köszöntelek titeket! Többen írtatok nekem, illetve kérdeztetek meg engem, hogy el szeretnétek kezdeni futni, és mit csináljatok? Nos, mint már több videóban is elmondtam, én az első lépésként mindenkinek azt tanácsolom, hogy vásároljanak egy futócipőt. De akkor ezután jön a következő kérdés, hogy milyen futócipőt vegyek. Egy nem megfelelően megválasztott futócipő komoly kiadásokhoz, de ami sokkal rosszabb, komolyabb sérülésekhez is vezethet, ugyanis megsérülhet a lábfejed, ízületek, de még akár gerinc problémáid is lehetnek. Ennek az oka az, hogy a rosszul megválasztott futócipő nem ad megfelelő tartást a futások alatt, és a tested folyamatosan természetellenes mozgásokat kell korrigáljon, illetve nem megfelelő terepre választottad a cipőt. Nos, ebben a videóban pár tanácsot szeretnék adni futócipő vásárláshoz nem csak kezdőknek, azért, hogy a futás élvezhető legyen, sérüléseket, amik a rossz futócipő kiválasztásából adódnak, el tudjátok kerülni, illetve hogy a lábujjatokon megmaradjon az összes köröm, ne úgy, mint nekem az elején, ezt ugyanis a saját bőrömön megtapasztaltam, hogy milyen elveszteni egy körmöt. Az első, amit figyelembe kell venni egy futócipő kiválasztásánál, az az, hogy milyen terepen akarok futni. Terep, vagy pedig aszfalt. Erre azért van szükség, mert más talpfelépítésű cipőre van szükséged aszfalton, és másra a terepen. Illetve van egy köztes megoldás is, hogyha nem futsz durva terepen, akkor vehetsz egy olyan cipőt, ami mind a két terepre jó, de hogyha durvább terepeken szaladsz, akkor már ezek a modellek nem lesznek jók, így ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni. Szóval, hogyha ennek nincs anyagi akadálya, akkor én azt tanácsolnám, hogy mindenféleképpen, hogyha mindkét terepen akarsz futni, akkor terepre vegyél egy terepfutócipőt, aszfaltra pedig egy aszfaltfutócipőt. Tehát először, amit el kell döntened, az az, hogy milyen terepen fogsz futni. A második, milyen típusú a lábfejed. Alapvetően háromféle lábtípus különböztetünk meg. Van a pronáló, a normál és a szupináló, és persze ezek között vannak átmenetek, enyhén pronáló vagy enyhén szupináló. És nagyon nem mindegy, hogy milyen lábtípusra milyen cipőt veszünk, ugyanis mindegyik lábtípusnak máshol van szüksége extra tartásra, extra megerősítésre, ahhoz, hogy a futás kényelmes legyen és ne sérüljél le. Azt viszont kiemelném, hogy a tudomány már bebizonyította, hogy tartozzunk bármelyik lábtípusba, egyik se rosszabb a másiknál, akár szupináló, akár pronáló, akár normál lábfejű a lábunk, attól még világrekordokat tudunk dönteni. Viszont ennek az ismerete megkönnyíti és jó irányba tereli a cipőválasztásunkat. És ezt azért fontos nekünk tudni, hogy milyen a lábunk, mert a lábunknak más a dőlése az első 500 méteren, más a dőlése 3 km múlva, és más a dőlése 10-20-30-40-50 km múlva. Minél hosszabb a táv, a láb annál fáradtabb, annál jobban fáradnak ugye ezek a tartó izmok, és így fokozottan egyre nagyobb terhelésnek vannak ezek kitéve, és ezért szükséges, hogy a cipő megfelelő támasztást, a megfelelő plusz segítséget ott adja, ahol valóban arra szükség van. De akkor hogy is tudod meg, hogy neked milyen típusú a lábad? Nos, hogyha a boka kifele dől, akkor neked szupináló. Hogyha nem dől sem erre, akkor normális a lábfejed, hogyha pedig befele dől, akkor pronáló a lábtípusod. Adódhat is a kérdés, hogy te, ha nem tudsz elmenni egy ilyen lábvizsgálatra, akkor honnan tudod meg, hogy milyen típusú a lábad? Egyik ilyen módszer a vizes talp módszer, a másik a cipőtalp kopásának az ellenőrzésével, vagy a cipő felső részének a vizsgálatával. A vizes talp módszer úgy néz ki, hogy bevizezed a talpadat, ráállsz egy olyan lapra, amin a talpadnak a lenyomata látszani fog, állsz egy keveset, hogy a nedvességet át tudja venni ez a lap, utána leszállsz, majd megvizsgálod a kapott mintát. Hogyha pronál a lábad, akkor széles lábboltozati nyomot fogsz hagyni. Hogyha szupinál a lábad, akkor kimondottan egy vékony csík fog megjelenni a talp külső részénél. Normál lábfejről abban az esetben beszélünk, hogyha
Ezen a mintán a tarboltozat nagyjából fele olyan széles, mint a teljes lábnyom szélessége. Amennyiben védenénk a fákat és nem szeretnénk papírlapot elpazarolni, elég, hogyha megnézzük a korábbi cipőnknek a hátsó sarkát, illetve falát is, mert ez is meg tudja mutatni, hogy milyen a lábtípusunk. Ugyanis, amennyiben az egymás mellé állított cipőnek a felső része egymás felé, azaz befeledőlnek, akkor pronáló, ha ezek kifeledőlnek, akkor szupináló a lábfejed. Hogyha pedig nem látunk semmiféle dőlést, akkor normál a lábtartásunk. Hogyha nem biztok ezekben a módszerekben, vagy éppen saját magatokban, akkor én mindenféleképpen azt mondanám, hogy az első futócipő megvásárlása előtt, vagy hogyha már vásároltál futócipő, de nem tudod, hogy milyen típusú a lábfejed, akkor mindenféleképpen menjetek el egy olyan üzletbe, ahol ezt meg tudják nézni, és őszintén tudnak nektek segíteni. A következő harmadik fontos szempont az az, hogy legalább egy fél számmal, de én azt mondom, hogy egy teljes számmal nagyobb futócipőt válasz. Mert itt a pont jó, a nem jó. Ugyanis futásnál az történik, hogy a lábad térfogata az meg fog nőni, így hogyha a cipőben nincs elég hely, akkor ez kényelmetlen futást eredményez, illetve a körmed el fog feketedni, és egy idő után el kell búcsúzni tőle. Mármint nem a feketeségtől, hanem a körmettől. A megfelelő méret kiválasztásánál abba a problémába ütközhetsz, hogy a cipőgyártók sajnos eltérő módon számozzák meg a cipőiket. Ezért sem az európai, sem az amerikai, sem az angol számozásra nem lehet hagyatkozni. A legjobb az lesz, hogyha megmérjük a lábunk hosszát centiméterben. Ezt a gyártók szintén feltüntetik, és ez alapján ki tudjuk választani a megfelelő számozást. Amúgy fel vagy iratkozva? Hogyha nem, akkor megkérlek a videó alatti piros feliratkozás gombra, kattints rá és egy feliratkozással támogasd a csatornát. Köszönöm! Az utolsó, ez inkább egy jó tanács, mégpedig az, hogy ne hallgassatok a reklámokra. A megfelelő futócipő kiválasztásában ne a reklámok befolyásoljanak titeket, ne a design, ne az, amit a marketingesek elmondanak a cipőről, hanem a saját, illetve más hiteles emberek tapasztalatára támaszkodjatok. Ez azért is fontos, mert mindenkinek más a megfelelő futócipő, és ezért is fontos, hogy megtaláljuk a sajátunkat. Még egy jó tanács, mint az előző videóban elmondtam, én egy kezdőfutónak azt tanácsolom, hogy ne egy drága modellel kezdje a vásárlás, mert nem tudhatja, hogy hosszú távon ki fog-e tartani a futás mellett, így hogyha esetleg mégis úgy dönt, hogy a futás nem neki való, az a sok pénz kidobott összeg lenne, viszont ha egy olcsóbb olyan modellt választ, amit még esetleg utcára is fel fog tudni venni, akkor jó döntést fog hozni. Hogyha egy idő után úgy érzi, hogy a futást megszerette, és ő ezt hosszabb távon szeretné csinálni, a kilométer mennyiséget és a sebességet is növelni, vagy csak simán futni, akkor javaslom azt, hogy egy drágább futócipőre mindenféleképpen ruházzon be. És hogyha már itt tartunk a cipővásárlásnál, akkor még egy saját tapasztalatot megosztanék, aminek természetesen utána is olvastam. Az Achilles in sérülések és a futócipőnek a köze. Sokan azt mondják, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz. Viszont én azt tanácsolom, én is ilyen vagyok, hogy hajlamos vagyok az Achilles sérülésre, gyulladásra, hogy új cipővásárlásnál mindenféleképpen vegyék azt figyelembe, hogy a cipő jó sarok megtámasztással rendelkezzen, és mindenféleképpen ugye az Achillest azt kell erősíteni, sőt nem csak az Achillest, hanem a teljes testizomzatot, gyakran a futók ezt elhanyagolják, de a futásnál pontosan olyan fontos szerepe van a törzsizmoknak, mint a lábnak, és ne felejtsetek el futás előtt bemelegíteni, futás után pedig nyújtani. Meddig használhatok egy futócipőt? A futócipő használhatóságát nem időben, hanem megtett kilométerben kell számoljuk. A megtett kilométerek során a csillapítást elnyelő, stabilitást adó anyagok elfáradhatnak. És egy idő után már nem védik a lábunkat, ezért egy futócipőt átlagosan 800 és 1000 kilométerig lehet használni. Persze ez befolyásolja azt, hogy a cipő mennyire tartós, milyen terepen futunk, és még a súlyunk is. És most már tényleg az utolsó tipp. Új futócipő vásárlásával ne várjuk meg,
azt a pontot, amíg a régi teljesen elhasználódik. Ez azért is jó, mert hogyha van két cipőnk, akkor folyamatosan tudjuk váltani, mert hogyha az egyik megvízül és nem szárad meg a következő futásig, akkor a másik cipőben még nyugodtan az edzést el lehet végezni. Illetve a tudomány is azt mondja, hogy minél több cipőbe futunk, annál jobban alkalmazkodik ezekhez a lábfejünk, és annál kisebb a sérülés esélye. Tehát ez nem azt jelenti, hogy meg kell venni rögtön 10 pár cipőt. Továbbá megkérlek, hogy a futócipőt azt ne mossátok se mosógépbe, se forró vízzel, hanem kis kefével ügyesen tisztítsátok meg, ugyanis a cipők habanyagát, illetve a belerakott erősítéseket, a szivacsréteget is a meleg víz, illetve a mosógép az károsíthatja. Továbbá átázott futócipőt soha ne rakjunk meleg radiátorra, kályha mellé, hanem szobahőmérsékleten hagyjuk ezt megszáradni, esetleg a belsejében rakjunk újságpapír darabokat, hogy ezek hamarabb felszívják a nedvességet. Hogyha eddig végignéztétek a videót, akkor van egy jó hírem, ugyanis van 3 ajándék tárgyam, amelyet ki szeretnék sorsolni köztetek. Ahhoz, hogy nyerni tudjatok, nincs más, mit tennetek, csupán annyi, hogy ezt a videót megosztod a Facebookodon, és a videó alatti komment részlegben, itt a YouTube-on beírod, hogy megosztva, illetve hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett ez a videó, és akkor mutassam meg, hogy mit lehet nyerni. Az első szerencsés egy Badi új kompresszportos sapkát fog kapni, a második szerencsés nyertes egy kompresszportos kompressziós zoknit T3-as méretben, a harmadik szerencsés pedig egy vitamin csomagot. Szóval osszátok meg a videót, kommenteljetek és nyerjetek, a nyertesek neveit egy hét múlva hétfőn a Facebook oldalamra ki fogom írni. Sok szerencsét! Ez a videó ennyi lett volna, remélem tudtam segíteni, hasznos információkat mondtam el, hogyha igen, akkor mindenféleképpen megkérlek, hogy iratkozzál fel a csatornára. Hogyha bármiféle kérdésed van, akkor alatt a komment részlegbe ezt nyugodtan tedd fel, én válaszolni fogok rá. Hogyha tetszett a videó, lájkolj, maradjatok egészségesek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!